Egy örömteli eseményre gyűjtünk itt össze, hiszen másfél hónapja, amikor is, ez a, amikor is a vízibivajokat mutattam be önöknek, ígértem, hogy érkezni fog még egy állatfaj, amely ki fogja egészíteni a Budakeszi Vadaspark fajtáinak, fajainak listáját. Szeretném bemutatni önöknek a psevalszki lovakat. Kicsit nehéz kiejteni, hiszen ezt majd el fogom mondani, hogy honnan is kapta ezt a nevet. Ezek a psevalszki lovak, ezek a vadlovak, ezek az összes lovunknak az őse, és gyakorlatilag ebből a lófajtából indult ki az összes ló, és tekinthetjük vadlónak is. Én önöket újra egy, egy időutazásra hívom, amikor is visszarepülünk egy 15-20 ezer évet, amikor Magyar-Alföldön, illetve Európában mindenütt elterjedt volt ez a lófajta, ez a faj. És erre bizonyítékaink is vannak, hiszen számtalan olyan ásatást végeztek, ahol koponyákat, csontokat tártak fel, ami az itt megjelent és látható lovaknak az ősei hagytak hátra. Nem csak ilyen ásatásokon találtak lovakra utaló nyomokat, hanem különböző barlangokban az ősemberek, az őseink is már lefestették, illetve láthatóak ezek a rajzok. Mind a mellett, hogy akkor éltek már európai bölények, illetve akár vízi bivajok is. Ezt a fajt mind egészen az 1800-as évek közepéig kihaltnak hitték, és ha akiről nevüket is kapták ezek a lovak, kapitány, aki a régi Oroszországnak, a cári Oroszországnak egyik katonatisztje volt, fel nem lehette őket Mongóliában, Dzsungáriában. Azt hitte, hogy vatszamorakat talált, sikerült egy koponyát gyűjteni, illetve bőröket, és ekkor óriási szenzáció lett, hiszen egy rég kihaltnak hit lófajtát fedeztek újra fel. A szenzáció hatására az európai állatkertek gyűjtésbe fogtak, és hát ennek hatására alaposan megtizedelődött az állományuk. Gyakorlatilag a 20. század közepére, 1970-es évekre a a vadon élő állománya ki is halt. Ekkor a 70-es években egy fajmentő programot indítottak az európai állatkertek, és gyakorlatilag 15 ló lovat vettek nyilvántartásba, amiből kitenyésztették a mára már 1500 fős állományt is ennek a fajmentő program ö, eredményeképpen ö, megindult a faj visszatelepítési programja is. Tehát most már Kelet-Mongóliában, Ukrajnában, Amerikában élnek már ménesek, amiknek a szociális viselkedését tudják tanulmányozni a kutatók. Magyarországon is van egy ilyen állomány, egy ménes, gyakorlatilag a Hortobágyon egy 2400 hektáros területen engedtek el lovakat, és mára annyira elszaporodtak, hogy akkor 230 példány futkározik, illetve nyargal a, a Pentezukban. Ebből kettő példányt kaptunk a Hortobányi Nemzeti Parktól, és a célunk velük az, hogy bemutassuk őket a nagy közönségnek, illetve ráirányítsuk a figyelmet a fajmentő programok eredményeire, illetve sikereire. Én azt gondolom, hogy egy egyedülálló fajt sikerült idehozni, hiszen ez mutatja, hogy ha közösen megfeszített energiával dolgozunk, akkor egy kihalástól veszélyeztetett fajt is sikerülhet megmenteni. Én azt kérem, hogy vigyék el a hírét, ennek a fajnak, ennek a lónak, és hiszen ez itt Budapest és környékén csak a Budakeszi Vadasparkban látható. Én szeretném megköszönni a Hortobágyi Nemzeti Parknak, szeretném megköszönni a Pilisi Park Zrt-nek, illetve a Budakeszi Önkormányzatának, hogy segítettek minket abban, hogy ide kerülhettek ezek a lovak, és nagyon remélem, hogy a látogatók majd szeretni fogják őket, és minél többen fogják meglátogatni őket. Magyar állami erdőgazdaságok, akik a magyar erdőterületnek több mint a felét kezelik az elmúlt években, kiemelten fontosnak tartják a különböző turisztikai és közjóléti fejlesztéseket. 2011 és 2012 között közel 4 milliárd forintot fordítottak turisztikai fejlesztésekre, és 2013-ban az az idén is hasonló nagyságrendű turisztikai fejlesztési programot indítottak el az erdőgazdaságok. Ebbe a sorba illeszkedik a Pilisi Parkerdő ZRT is, ami a főváros környékének az erdőterületét kezeli, és bátran mondhatjuk, hogy ez a leglátogató Erdőterület az országban, hiszen a Pilis Visegrádi-hegység, Budai-hegység kiránduló területein 10 és 15 millió látogatói napot regisztrálunk egy évben. Nagyon fontos a környezeti nevelés és ebben a budakeszi vadasparknak a szerepe, hiszen ezeket az erdőket meg kell őriznünk, meg kell védenünk, és akkor tudjuk megvédeni, hogyha ismerjük az értékeit. A budakeszi vadaspark itt nem csak az egyes állatfajokat mutatja be, hanem azt az élő környezetet is, ahol ezek az állatok megtalálhatók, és az innen távozó látogatók, gyerekek, családok Nyilván egy fontos szemléletet, az állatok és a természet szeretetét is magukkal viszik erről a helyről. Egy dologra hívnám még fel a figyelmet, ugye mostanában egyre inkább előtérbe kerül a, kerülnek a lovas sportok, a lovaglás kérdése. Az erdőgazdálkodásban is helye van a lónak, azonban nem csak mint sport lehet a lóra gondolni, hanem bizony munkát végző állatként, munkát végző élőlényként is. A Pilisi Parkerdőben nagyon fontos a természethez közeli, kíméletes erdőgazdálkodás, aminek a módszere között a lovakkal való munka, a faanyagnak a lovas ö, mozgatása közel áll. Ö, az elmúlt években egyre több helyen dolgozunk fogatokkal, és ezt a munkát ö, bővíteni fogjuk, erről folyamatosan beszámolunk majd már az idei évben is a sajtó és a nagy közönség számára is. chuang kínai költő mondta a következőket. A dolgok élete olyan, mint a vágtató ló. Nincs mozdulat, amely ne hozna változást. Úgy gondoljuk, hogy ahogy a lovak vágtatás közben irányt változtatnak és lendülettel vágtatnak, úgy Budakeszi városa is az eseményeivel, a fejlesztéseivel és a történésével újabb-újabb lendületet vesz, és mindent megtesz a búj, új Budakeszi kialakítása érdekében. Emellett a lovak csodálatos állatok, úgyhogy az elmondottak, mind elmondottak miatt úgy gondoljuk, hogy Budakeszi Város önkormányzata nevében ezt a két vadlovat örökbe fogadjuk, és javasoljuk a Pilisi Parkerdőnek, hogy Buda és Keszi névvel nevezzék, vagy ajándékozzák meg a mögöttünk látható állatokat, és a szabad olyat javasolni, az idősebb állatnak adják a Buda nevet, a fiatalabb állatnak pedig a Keszit. Mielőtt idejöttünk erről a kérdésről, Beszéltem már a hivatalban, és az egyik kollégám megkérdezte, hogy ez a két név férfi név, biztos, hogy, hogy jól járunk el, úgyhogy elmondanám, az talán nem hangzott el, hogy itt két ö, csödőről van szó, úgyhogy az elnevezés ilyen szempontból is helytálló. Remélem, hogy a javaslatunkat a Vadaspark el fogja fogadni, és ö, és hát nem csak a nevek, hanem Budakeszi városának a címere is kihelyezésre fog kerülni. Még azt mindenképpen szeretném itt elmondani, és megköszönni a Vadasparknak és a Pilisi Parkerdőnek is, nagyon jó az együttműködés, nagyon sok közös rendezvényt szervezünk, a családi napokra is idén a településünkről sok óvodás rendszeresen eljöhet a Vadasparkba, múlt héten is volt egy közös rendezvényünk, ahol nem csak óvodások, hanem már iskolások is eljöhettek, és hát a jövő heti világnapját is együtt fogjuk megünnepelni. Emellett bízunk benne, hogy a jövő évi köztisztviselők napját is itt tudjuk majd a vadasparkban tartani. Úgyhogy még egyszer sok sikert kívánok a vezetőségnek, köszönjük a jó együttműködést, és mindenkinek további szép napot kívánok. A takarmányra ők eléggé érzékenyek, úgyhogy a takarmányuk főleg fűszénából és nagyon kevés takarmányrépából áll. Nagy területet is uh, igényelnek ezek a lovak, hiszen kint az Alföldön, Hortlodbágyon uh, nagy területen voltak, uh, illetve majd később, amikor az iverérésük elindul, tehát ilyen 3-4-5 éves korukban, akkor kell majd odafigyelni, hogy ez a két csődör akkor uh, hogy viselkedik egymással. Tehát kint a természetben, mivel ilyen ritkák, ezért nem, tudunk, nem tudjuk, pontosan, hogy hogy viselkednek. Bizonyos írások azt említik, hogy fiatal csődör csapatok kialakulhatnak, ez esetben nem lesz gond. Más, másrésztől viszont lehet, hogy agresszívak lehetnek egymás, ezt majd idő megtesszük ez esetben a megfelelő lépéseket. Abszolút szinte azonnal beilleszkedtek, hogy ez a két csődör eredetileg nem ismerte egymást, tehát itt gyakorlatilag a szállító ládából volt és után találkoztak először, de ö, rögtön, ö, gyakorlatilag az első összeszogolás után már a kisebbik, a fiatalabb, az egyéves rögtön elkezdte követni a nagyobbat, és azóta is ö, gyakorlatilag igen kis miniménest alkotnak. Pilisi parkedőt 1969-ben alapították pont azzal a céllal, hogy az ember és az erdő közötti kapcsolatot ápolja és segítse a városban lakó embereket kijutni a természetbe. Ennek ö, apropóján kiránduló központokat létesítettek már 40 évvel ezelőtt, ugye Visegrádi, Piris Szentkereszti és hát Budapesti kiránduló központok talán a legismertebbek. Ezt a hagyományt folytatjuk a mai napig, talán azzal a különbséggel, hogy közben az erdő látogatási igények jelentősen megváltoztak, és jelentősen megnőtt az erdőbe látogató embereknek a létszáma is. Milyen új eszközöket vetnek be mostanában, hogy, hogy minél többen ember látogasson ki az erdőkbe? Nagyon fontosak az erdei iskoláink, amik közül a legrégebbi magyarországi erdei iskolával büszkélkedhet a Pilisi Parkerdő idén ünnepli 25 éves fennállását a Visegrádi Erdei Iskolánk. Tehát a környezeti nevelésben nagyon fontos szerepe van ezeknek az intézményeknek. Turisztikai oldalról a gyalogos turizmus mellett az elmúlt időszakban megjelent a kerékpáros turizmus, ami nagyon sok embert mozgat meg. Ennek kiszolgálására az elmúlt években több mint 100 kilométernyi utat jelöltünk ki, és tártunk föl a kerékpárosok számára, amit jelölt jelzésekkel ellátott, biztonságosan látogatható útszakaszokról van szó. És megjelennek a más technikai sportok, divatsportok is, például budai hegyekben kirándulók rendszeresen találkozhatnak, vagy láthatnak az égen paplanernyősöket lebegni, ezeknek a start helyei is nagyon sokszor erdei tisztásokról, hegygerincekről indulnak. Az Befogadás jelenti azt, hogy Buda és Keszi nevet az önkormányzat javasolta a vadasparknak. Azon túl ki lesz helyez egy Budakeszi város cimerével ellátott tábla, amiben felesztüntet, hogy ezeket az állatokat a mi önkormányzatunk fogadta örökbe, és természetesen hozzájárulunk mi is az állatokról való gondoskodáshoz, az etetésükhöz, az ápolásukhoz, és hát a megfelelő környezetben való életükhöz.